Kétharmados kérdésekhez is kéri Gyurcsány Ferenc a Fidesz támogatását. A nemzeti csúcs után szerinte meg tudnak állapodni a pártfinanszírozási törvényben például, ahogy az úgynevezett platformtörvényről és az adó egyszerűsítésről is meg tudnak állapodni. A Fidesz nem mondott nemet, igaz, igent se. Várják a javaslatokat. 60-an egy asztalnál. Rég nem látott készfogások. Az MSZP szerint ez a legnagyobb eredménye a nemzeti csúcsnak. Sokat ért a kép maga. A közös asztal, amely mellé most olyanok is odaültek, akik már jó régen nem állnak szóba egymással. Gyurcsány Ferenc erre alapozva kétharmados, azaz az ellenzék támogatását is igénylő ügyekhez is hozzányúlna. Szerinte a nemzeti csúcs lehetőséget teremtett a kiegyezésre néhány fontos kérdésben. Úgy látom, hogy együttműködést lehet kötni a hosszú távú költségvetési biztonságot szolgáló közpénzügyi vagy plafontörvény ügyében. Úgy látom, hogy meg lehet állapodni adó egyszerűsítés kérdéseiben. És üdvözölnénk, hogyha végre meg tudnánk állapodni pártfinanszírozásban. A Fidesz nem mondott nemet, de szkeptikusak. Meglátjuk, hogy milyenek a javaslatok. A plafontörvény kapcsán is azt láthattuk, hogy volt kísérlet arra, hogy teljesen fellazítsák a plafontörvény előírásait. A Fidesz egyébként eredetileg azért tartott sajtótájékoztatót, mert 47 leszavazás után mégis napirendre vették a szocialisták támogatásával a költségvetési tanács intézményét. De a sajtótájékoztató közben érkezett a hír, hogy egy másik bizottságban leszavazták. A Fidesz szerint ezek a lépések teszik kétségessé a megegyezést.